fejlett ez meg. A kérelem főszabályként a tranzit zónában nyújtható. Az a célunk, hogy megállítsuk az illegális bevándorlást, és csökkentsük azt a biztonsági kockázatot, amely 2015 óta markánsan jelen van Európában. Védelmezzük nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió határait is. Kaptak. A szabályozás révén megszűnnek azok a kiskapuk, amik eddig lehetőséget biztosítottak arra, hogy visszaéljenek az Európai Uniós jogszabályokkal, elszökjenek az eljárás alatt. Ez egy zónában, ez egy jogi aktus, és ez határozatot, hogy 8-10. A Helsinki Bizottság álláspontja szerint Magyarországon lényegében kiüresedett teljesen a menekültek védelme. A ma hatályba lépő szabályozás az egyszerűen megtagadja a védelmet a gyerekektől, megtagadja a védelmet a menekültektől, és lényegében jogellenes fogvatartást alkalmaz. Mindenki ugyanoda kerül a tranzitzónába, ami bizony fogvatartás, ezt a Strasbourgi Európai Emberjogi Bíróság is megállapította, egy olyan fogvatartás, aminek hiányoznak a jogi keretei, nem kapnak az emberek arról döntést, hogy fogva vannak tartva, nem tudnak ellene bírósághoz fordulni. Ez alapvetően az európai emberi jogi szabályokat és az uniós jogot is sérti.